Ebben a kísérletben cink és kén reakcióját fogjuk látni. Tudjuk azt, hogy a kén a fémekkel szulfidokat képez. A reakció típusa egyesülés, ami azt jelenti, hogy két anyagból egy új anyag keletkezik. Először is a cinkport és a kénport kimérem az aszbeszt hálóra. Ezután a két port összekeverem. Ahhoz, hogy a reakció végbe menjen, magasabb hőmérsékletre van szükségünk, ezt a bunzenégő segítségével biztosítjuk. Alá is helyezem, az aszbeszt háló alá. Cinkpor és kénpor egyesülésével cinkszulfid vegyületet kaptunk, a reakció erősen hőtermelő, exoterm.